Az önvédelemhez nem csak jogot, hanem eszközt is adna a Mi Hazánk mozgalom a fegyverviselési lehetőségek szélesítésével, aminek szükségességét a bécsi terrortámadás is mutatja, hiszen a bűnözők úgyis megszerzik a fegyvereiket, de a védekezéshez már jogszabálymódosítás kell. Az önvédelmi fegyverek viselésének könnyítése közbiztonsági érdek is, hiszen a támadók kiiktatásával ártatlan áldozatokat menthetünk meg. A Mi Hazánk szerint elsődlegesen a fegyveres testületek tagjai számára kellene biztosítani, hogy szolgálati időn kívül egyenruha nélkül is viselhessék akár szolgálati fegyverüket. Közérdek is, hogy minél több olyan személy hordjon önvédelmi lőfegyvert magával, aki gyakorlott és felelősségteljes viselkedésével a magyar államot tudja szolgálni, és a fegyverkultúra fejlesztését is biztosítja a jó példával. Az önkéntes tartalékos honvédeknek is fegyverviselési engedélyt adna a Mi Hazánk, ezzel is vonzóvá téve a katonai kiképzést. Ha egy önkéntestől elvárja az állam, hogy élete árán is védje fegyverrel a hazát háború idején, akkor miért tagadná meg tőle, hogy békeidőben védje fegyverrel az ember életet jogos védelmi helyzetben természetesen. Ugyanígy be lehetne vonni a vadászokat is, akik egyébként is már régóta szeretnének maroklőfegyvert, a már Európában is általánosan engedélyezett kegyelemlövési célból. Tudnélik, a megsebzett és agonizáló vadat közvetlen közelről egy nagy kaliberű maroklőfegyverrel biztonságosabban és biztosabban lehet elejteni, mint hosszú fegyverrel. A sportlövők fegyverviselési jogát is megteremteni a Mi Hazánk mozgalom, mivel a sportlövő közösség a legtörvénytisztelőbb rétege a társadalomnak. A sportfegyverek otthoni tartásához szükséges éves minősítéseken túl a Mi Hazánk mozgalom az utcai fegyverviseléshez regisztrált sportlövők legalább 3 éves tagságát és évi minimum 10 igazolt versenyt követelne meg a büntetlen előéleten kívül. A fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004-es kormányrendelet megérett a változtatásra, de párhuzamosan az engedélyest a fegyverviselésre vonatkozó szabály megsértése esetén, például ittas lőfegyver viselésnél az engedély visszavonása mellett szigorúbb büntetések kellene sújtani. A BRFK kommunista beidegződésű és közutálat tárgyát képező fegyverengedélyügyi osztályától át kellene tenni az engedélyezési eljárást a decentralizáció és a dekriminalizáció jegyében, például a minden megyeszékhelyen kijelölt kormányhivatalokhoz, amelyek most is vadászati hatóságként működnek. A Mi Hazánk mozgalom a svájci és csehországi példát tekinti mintának, utóbbiban szinte mindenkinek van fegyvertartási jogosultsága, közel 300 ezeren élnek is vele egy Magyarországhoz hasonló népességű országban. A civil fegyverviselés kiszélesítésére van szükség tehát Magyarországon is.